Ha megnézzük az 1 Korintus 13-at, az talán az egyik legismertebb ige szakasz az egész Bibliában. A szeretet úgy lett itt leírva, hogy meg is van magyarázva. Méghozzá az szerint van itt definiálva, meghatározva a szeretet, ahogy Isten határozta azt meg. Ahogy megvizsgáljuk a szeretet jellemzőit, tulajdonságait, láthatjuk, hogy ez egy kijelentés vagy magyarázat arról, milyen is Isten saját jelleme, karaktere, amilyenek a tulajdonságai. Milyen is valójában Isten belül, ő a szeretet, az önfeláldozás, az alázat maga. És mindezek az aspektusok jellemzők, amikről Pál ír az 1 Korintus 13-ban, hogy definiálja a szeretetet úgy, ahogy maga Isten teszi, megmutatják a jellemet, karaktert. Úgy gondolom, nagyon érdekes és nagyon időszerű is azt tudnunk és szem előtt tartanunk, hogyha még rendelkezem is az összes ajándékkal, képes vagyok profétálni, sőt, szó szerint minden egyes eseméről tudhatsz, még mielőtt azok megtörténnek, képes lehetsz belelátni mások lelkébe, még a pontos lakcímüket is képes lehetsz megmondani, azt is, mit álmodtak, milyen ambícióik, törekvéseik vannak az életükben. Ismerheted a szívük legmélyebb titkait is, és lehet az egész világról hozzád utaznak emberek, hogy találkozzanak veled, és lássanak és részt vegyenek az alkalmaitokon. Pál azonban próbál rámutatni valamire. Még ha a profétálás ajándékával is rendelkezem, azt mondja, szeretet nélkül, ami a belső karakteri jellemzője Istennek, az ember belsejében a szellem által, azt mondja, semmi vagyok. Egy másik nagyon érdekes dolog. Ismerheted az összes titkot. Az emberek a világ minden tájáról szeretnek részt venni olyan konferenciákon, ahol az előadó nagy és mély kijelentésekkel rendelkezik. Pál viszont kihangsúlyozza, ha az összes létező titkot ismerem is, de ha nincs bennem Isten belső karakteri jellemzője, amit Isten szelleme kitöltött a szívünkbe, anélkül semmi vagyok. Még csak bejegyezve sem vagyok Istennél. Majd azt mondja, ha teljes hittel rendelkezem, méghozzá annyira, hogy hegyeket vagyok képes mozgatni, csak gondoljunk ebbe bele. Ha bemennék most saját városom Orlando belvárosába, és hitáltal odén mozdítanám a SunTrust épületét, ami egy felhőkarcoló, szuperhíressé válnék, emberek követnének, odafigyelnének minden egyes szavamra, mivel az embereket ez teljesen lenyűgözné. Isten azonban mindenre azt mondja itt Pálon keresztül az 1 Korintus 13-ban, ha még hegyeket is el tudnál mozdítani, ketté törnél hatalmas épületeket a hit szavával, még azzal sem kerülsz bejegyzése Istennél, anélkül, hogy megengednéd, hogy Isten karaktere, jelleme, ami a szeretet benned lenne. Azt mondja, ha még hegyeket mozdító hitem is van, még sincs bennem Isten jelleme, ami a szeretet jellemvonásait felsorolva. Türelem, kedvesség, nem vagyok arrogáns, felfúvalkodott, mindent eltűrök. Ha ezek nincsenek meg bennem, semmi vagyok, és még mindig bejegyezve sem vagyok Isten előtt. Itt egy következő. Ha az összes vagyonomat odaadom a szegényeknek, ha indítok egy missziót, hogy támogassam a szegény, mint például az üdvhadsereg, és még meg is szégyenítem őket azzal, hogy sokkal többet teszek még náluk is a szegényekért, és adakozok a szükségben lévőknek még úgy is, hogy az összes ilyen tevékenységnek én vagyok a forrása, saját zsebből fizetem, még sincs bennem Isten jelenléte és a Szent Szellem, ez a kettő egy és ugyanaz. Ha nincs bennem szeretet, még mindig semmi vagyok. Látjátok, mekkora nagy hangsúlyt fektet erre Isten? Arra, hogy ő azt akarja, hogy mi hozzáváljunk hasonló. Belül is a szívünkben, és ne csupán a külső erővel és ajándékokkal rendelkezünk, hanem a belső karakteri jellemzőivel Istennek. Isten szemei a szívünket vizsgálja. Az embert Isten a szíve szerint ítéli meg, és nem a hitének külső kinézete alapján. Nem a szerint ítél, ami kívülről látszik, hanem ami belül zajlik. Egy másik, ha még a testem oda is adom, hogy megégessék, mártír halált halhatok, tehát olyan ember lehetek, akit szó szerint az evangéliumért ölnek meg. Ott hirdetem az utcán az evangéliumot, és emiatt megölnek, élve elégetnek mágián, és még ez sem áll meg Isten előtt szeretet nélkül, ami a belső karakteri jellemzője Istennek. Mostanában sokat foglalkoztattak ezek a dolgok, a bensőmben egyre jobban épültek fel, mivel érzem, hogy Isten vágya
meglátni ezeket az ő népében, hogy olyan népet teremtsen magának, akikbe bele tudja önteni, árasztani saját magát, hogy rajtuk keresztül élhessen, hogy az ő szeretetének jelleme példamutató módon ott legyen saját népében. Isten mindenek fölött erre vágyik. Nézzük még meg akkor gyorsan, hogy Isten szerint mik is azok a jellemzők, melyek az ő saját karakterbeli jellemzői egy emberben, mivel Isten ezeket értékeli. Minden olyan hőstett, amit csak képes egy ember tenni hitáltal, ismeret és kijelentés által, a fölött áll az, ami a lényeg. Ez pedig a szeretet, ami türelmes és jóságos, azaz kedves. Nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem a maga hasznát keresi, nem lesz indulatos, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindig hisz, mindig remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha nem fogy el. Elmúlik a prófétálás, a nyelveken szólás és minden tudás, mert töredékesek az ismereteink és a prófétálásunk is. Amikor azonban eljön a teljesség, a töredékes feleslegessé válik. Ez a tökéletes, az a korszak lesz, ami el fog jönni, amikor Isten jön, és mindent elsöpör. Az egyetlen, ami megmarad, ez a fajta karakteri jellemzői Istennek az ember belsejében. Ezért hát megmarad a hit, remény és szeretet. Ezek közül azonban a legnagyobb a szeretet. Isten vágya, hogy saját magát helyezze a te bensődbe, hogy épp úgy néz ki, mint ő. Ez az Isten szerinti élet. Az, amikor Isten karaktere, jelleme jön elő egy emberből, amikor Isten saját élete meglátszik egy emberben. Isten áldjon!